Tavaszvirány virány A zord utótéli idő egész bajáig kísérte az utazót. Néhol még frissen hullott hó lepte a mezőket, s az erdők még kopárak voltak. A viharos hideg időhöz hozzáillett az is, amiről gondolkozott. Annak a kegyetlen leánynak igaza volt. Nem csak a férj szerencsétlen, hanem az asszony is. Csak hogy a férj kétszeresen az, mert ő szerezte azt a balsorsot kettőjüknek. Az első megbotlás követeli bűnhődését. Mikor ő Tíme a kincseit meglelte, azzal a szántékkal tartotta azokat magánál, hogy majd egyszer megnyeri velük Tíme Megnyerte. És most abban bűnhődik. A szegény ember komiszember, hanem azért a szegény ember lehet boldog. A gazdag ember dicső ember, hanem azért a gazdag ember boldogtalan. De hát miért kell neki boldogtalannak lenni? Hát nincs ő rajta mit szeretni, nincsenek meg azok a nemes tulajdonok benne, amikért egy férfit szerethet a nő. Arcának összhangzatos vonásai, kifejezés teljes szemei, ép, erőteljes termete, egészséges vére, szeretni képes szíve. Nem szerethetné -e őt egy asszony még akkor is, ha földhöz ragadt szegény volna egyedül önmagáért. Mégsem szereti. Ez az örökké visszatérő válasz. A legkeserűbb önvád egy férfi lelkében még a bűntudatnál is súlyosabb. Engem nem tud a nő szeretni. De hát mire való akkor az élet? Mi célja van a napok sorának még azután? Szántani, vetni, üzérkedni, pénzt halomra gyűjteni, és aztán megint kezdeni szántást, vetést, üzérkedést, pénzgarmadolást? Talán emberekkel is jót tenni? Hm. Ez az utolsó menedék. Akit nem szeretnek otthon, az keresi, hogy szeressék az utcán. Akit már nem szeretnek otthon, az fákat ültet, pomolóbb lesz. Ez az első stádium. A második stádium aztán, hogy tyúkot baromfit nemesít, az utolsó stádium pedig, hogy emberbaráti, jótékonysági vállalatokba mélyed. És mit nyer vele? Érdemes valakivel jót tenni. Egész bajáig, e keserű, e sivár, ez önkínzó gondolatok üldözték Mihályt. Ott pihenőt tartott. Baján is volt üzleti állomása, s mikor az Alföldön járt, leveleit ide utasítatá a kereskedelmi telepére. Már ott várt Reá egy csomó. Nagy fásultan bontotta fel azokat. Bizony bánta is ő, ha kifagyott vagy nem fagyott a repce, ha fölemelték is a vámot az angol határon. Ha emelkedtek is a metalikok, de talált mégis az érkezett levelek között kettőt, ami megörvendezteté. Egyiket Bécsi, másikat Sztambuli ügynöke küldé. E levelek tartalmának nagyon megörült, mind a kettőt zsebébe tette, s azon túl idáig hozott szemtelensége múlni kezdett. Ismét szokott gyors erélyességével adta ki rendeleteit ügynökeinek, figyelemmel jegyezte fel a tudósításokat, s amint végzett, sietett tovább utazni. Volt már valami célja az útjának. Csekély cél, nem is valami magas, de legalább cél. Egy pár szegény embernek az öröme, de igazi öröm. Az idő megváltozott, egyszerre derült ég jött meleg nappal, ahogy nálunk szokott, ahol a telet mindjárt a nyár váltja fel, és baján alul megváltozott már a táj is amint Mihály váltott gyors lovakon haladt délirányban, mintha egy nap alatt heteket sietett volna a természet, már mohácsnál világos zöld erdők fogadták. Zombor körül már sötét zöld bársonnyal volt bevonva a mező. Új vidéknél már tarka volt a vidék a tavasz virágaitól, spancsova tájékán a repcevetések aranytáblái mosolyogtak a síkon, s a halmokat, mintha rózsaszínű hó fedné, a mandula és barack virágzik. Olyan az a két napi út, mint egy álomkép. Még tegnap előtt Komáromban a hófehér mező, s ma már az Aldunán a virágzó erdők. Mihály éjszakára Levetinci kastélyában szállt meg, ahol még aznap kiadta rendeleteit tisztartójának, s másnap korán hajnalban fölkelt, kocsira ült, hogy a Dunán rakodó hajóit megtekintse. Ott mindent rendben talált. Fabula János uram volt az összes hajóraj felügyelője. Nem volt ott semmi baj. Mert a tekintetes úr kacsázni! El is ment Levetinci úr kacsázni, ahogy fabula uram utasítá. Előhozatá a kis ladikot, belerakatott egy hétre való eleséget, egy két csövű puskát, elégséges lőszert. Senki sem fogja megcsodálni, ha egy hétig elő nem kerül a nádasból, ami tele van ilyenkor drága szárnyas vaddal, Seregestől jár a vadruca, kapóra jön a mocsári szalonka, a gojzer szalonka, a kócsag, amit csak a tolláért lőnek. Még pelikán is akad, sőt, egyiptomi íbiszt is lőttek már enádasban. Hát, ha flamingó is akad benne. Szenvedélyes vadász, ha egyszer oda beveheti magát, ugyan várhatnak rá, amíg visszakerül. Stímár Mihály szeretett vadászni. Kajós embernek ez a mulatsága hanem Mihály ezúttal meg sem töltötte azt a puskát. Csendesen leeresztette a ladikját vízmentében, míg az osztrovai sziget farkáig elért. Ott aztán marokra kapta a kettős evezőt, s átvágott a Dunán. Amint a sziget végét megkerülte, gyorsan tájékozta magát. A délnek elterülő nádas közepéből magasan tűntek ki az ismerős nyárfák hegyei. Arra tartott. A nádas között járt út volt már törve. Girbegurba, ahogy szükséges de hozzáértő embernek az a jó, ahol egyszer már volt Mihály, sötétben is oda talál. Vajon mit csinál most Almira és Narcissa? Hát mit csinálnának ilyen szép tavaszi időben? Aki úr, az vadászik. Csak hogy a vadászatnak korlátai is vannak. Az egér éjszakai vadászatra valós, abban Almira nem vehet részt. A madarakra vadászni szigorúan meg van tiltva nácisszának, Viszont Almirára nézve a marmoták vannak tilalom alá vetve, míg harmad honosultak meg a szigeten, mikor a Duna befagyott, s a jégen átjöttek. Azokra nem szabad vadászni. No hát vadásznak a vízi állatokra. Az is szép sport. Almira begázol a szép tiszta vízbe, a halomban fekvő nagy kavicsok közé, s nagy óvatosan bedugja az egyik lábát egy olyan üregbe, ahol valami sötétlik. Egyszer aztán nagyot ugrik, kikapja a bedugott lábát, s három lábon szűkölve, nyihogva ugrál ki a vízből, a negyedik lábára egy fekete rák csimpajkozik, keményen odacsípve ollójánál fogva. Almira kétségbe esetten szűköl, míg kinn parton le tudja rázni a lábáról a félelmes szörnyeteget, akkor aztán közre kapják ketten narcisszával, és elkezdik a rákot vallatni, hogy mennyiért engedni a csontjából kiszedetni a húsát. A retrográd fenevad persze nem alkuszik, hanem minden áron vissza akar hátrálni a vízbe. A két vadász aztán előre-hátra pofozza a talpaival, míg egyszer hanyat fordítják, s akkor aztán mind a hárman meg vannak akadva, hogy mit csináljanak már most. Almira is, Narcissa is, meg a rák is. Most Almira figyelme egyszerre másfelé fordul, valami neszt hall, s valakit érez. Ismerős közelít a vízen. Nem ugat eléje, csak mélyen dörmög, valami kedélyes, öreguras kacagás forma az nála megismeri a csónakást. Mihály kiszökik csónakából a partra, és megköti a fűszölöphöz a csónakot, azután megcírógatja Almira fejét, és azt kérdi tőle. No, hát hogy vagytok ide haza? Nincs semmi baj. Felel neki arra a kutya mindenfélét, csak hogy persze nyúfullandi kutya nyelven. A hangzásából ítélve a válasz megnyugtató. Most egyszerre rémületes jajveszékelés zavarja meg a kedélyes találkozási jelenetet az előrelátható katasztrófa bekövetkezett. Narcissa oly közel ment a hanyat kalimpáló szörnyetekhez, hogy az az egyik ollójával belekapott a fülébe, aztán a hat horgas lábával meg a pofájába. Tímár rögtön a vész színhelyén termett, s szokott lélek jelenlétével azonnal felfogva a veszély nagyságát, ott ragadá meg a páncélos gonosztevőt, ahová annak fegyverei el nem érnek, s erős ujjaival összenyomva annak a fejét, kényszeríti őt áldozatának szabadon bocsátására. Azután pedig úgy vágta a szörnyet a parthoz, hogy rögtön elterült, átadva fekete lelkét a pokolnak. Mire Narcissa hála teljesen szökött fel lovagias megmentőjének vállára, még onnan is mérgesen kurrogva le, megölt ellenfelére. E bevezető hőstett után, mely úgy hiszem minden regényben előfordul, Tímár hozzálátott, hogy a ladikban hozott holmikat kiszállítsa, hiszen az mind tarisznyájába van csomagolva. Könnyen vállára veheti, de a puska, a puska, azt Almira nem szereti a kézben látni, itt hagyni pedig nem lehet, mert valaki erre jár, elviszi. Hát a puskával azt gondolta ki Tímár, hogy odaadta Almira szájába, s azaztán keresztbe fogva azt oroszláni nagy álkapcájával, vitte előre, mint valami diadal jelt, mint a kis pudli a gazdája pálcáját. A narcissza csak maradt Mihály vállán, s dorombolt a fülébe. Mihály haladt Almira vezetése után, mintha kicserélték volna lelkét, mikor e sziget pázsitos útjára lépett. Méla nyugalom van itt, andalító egyedüllét. A paradicsom gyümölcsfái most virágoznak, fehér és rózsaszín virágpiramidok, köztük virágbarlangok, földig hajló csipkerózsákból, s a fűszőnyek pompás zöldje kihímezve ibolyakékkel, szironták aranyal. Az aranynapsugár kihívja a virág szerelmét, az illatot, attól terhes a lég. Az ember minden lélegzetvételnél aranyat és szerelmet lehel be. A virágok erdejét mély zsongás zúgja át, s e titokszerű zsongásban, a virágok szemeiben Isten beszél, Isten néz. Templom ez, s hogy énekese is legyen a templomnak, a fülemile énekli Szent Dávid Zsoltáraiból a panaszt, a pacsírta a dicséretet, csak hogy szebben, mint Dávid király mikor a sűrű orgonabokrok lila színnel koszorúzott lombjai egy helyütt szétnyílnak, s meglátszik a kis szigeti lak, Mihály önkéntelenül megáll, mint egy leigézve. A kis lak lángban áll, de nem tűz hanem rózsalángban. felfutó rózsa borítja egész tetejéig, s körülötte kétholdnyi területen Csupa rózsa minden, ezernyi bokor, öles fa, gúla, sövény, lugas, csupa rózsából, liget az, berek, labirint, rózsafákból, miknek pompája elvakít, s már messziről terjed üdítő illatárja, mint egy túlvilági légkör. Alig lépett be a rózsaliget tekervényes útjába Mihály, midőn egy hangos örömkiáltás hangzott eléje, nevét kiálták. Ah! Oh, tívár úr! S aki nevét kiálták, eléje futott. Tímára hangjáról is ráismere. Noémi volt az. A kis Noémi, akit már harmadfél év óta nem látott. Azóta milyen szépen megnőtt, kifejlett, átalakult. Arcán egészséges pír ragyog át, szemei mélyében szelíd oltártűz lobog. Viselete nem pongyol többé, de otthonosan csinos. Aranyszínű gazdag hajzatába, egy fejlő rózsabimbó tűzve. <tívár> – Ti úr! – kiállt a jányka az érkezé elé szaladva, s messziről nyújtja eléje kezét, és aztán őszintén, igazán, meleg készszorítással üdvözli az érkezőt. Mihály viszonozza a készszorítást, és szemeit egy percig ott feledi a leány arcán. Íme egy arc, amelyen öröm sugárzik akkor, ha őt jönni látja. – Milyen régen láttuk önt! – szól a leány mint megszépült ön azóta. Szólt már, s nyilatkozatában épp oly természetes a gyöngétség, mint a durvaság. A leány valóban sokat nyert az elmúlt évek alatt. Sajátszerű fiziológiája az a leányarcoknak, hogy némely ideál szép gyermeknek, mikor a hajadoni átalakuláson átmegy, vonásai elszélesednek, elvastagodnak, tömör kifejezést nyernek, míg más arc ugyanazon idő alatt az észrevétlen bájakat nem sejtett tökélyre fejti, s ideál széppé lesz. Talán van ennek egy természetes magyarázata? Talán a fejlő érzelmek idomítják át a fejlő arcot, s a tartós jó és rossz indulat, a bánat és az öröm a nyugtalanság és a béke idomítja át a vonásokat, mint a tengeri csigalcsiga házat. Noémi arcáról sugárzott a rokon szem. Hát emlékezik ön még rám, kérdezi Tímár kezében felejtve az oda nyújtott kis kezet. Mi önt nagyon sokat emlegettük. Teréza mama egészséges, ott jön elénk. Teréza asszonyt Almira idézte elő a házikóból, hová előre szaladt a rábízott puskával, amiről Teréza megtudta azt, hogy valami kedves vendég érkezett, s azután ő is elősietett a házból. Amint Mihályt meglátta, kettőztetés hihetését messziről ráismert a hajdani hajóbiztosra, aki most is egy szürke kabádban, vállára vetett tarisznyával közelített kunyhójához, miként hajdan. Hozta Isten! de rég vártuk, kiállta a nő vendége elé, mégis megemlékezett el rólunk, s azzal minden ceremónia nélkül megölelte Mihályt, miközben szemébe tűnt a dobasz tarisznya. – Almira! – kiállt a jányka az érkező elé szaladva, s messziről nyújtja eléje kezét, és aztán őszintén, igazán, meleg készszorítással üdvözli az érkezőt. – Azé, hát akkor jól vigyázz rá, Almira, hogy a narcissa ne bántsa! – ezért meg Noémi duzmond fel. – Ah, bizony, nárcisza nem olyan neveletlen! Teréza asszony aztán megcsókolgatta a leányát, hogy megengesztelje. Az meg hagyta magát engesztelni. – No már, most gyerünk be hozzánk! – mondta Teréza, bizalmasan megfogva Mihály karját. – Jöjj, Noémi, te is! – Mindjárt! A kosaramat is beviszem, már teli van! Egy óriási nagy, Csónaknyi fehér veszőkosár volt az útban, fehér lepedővel leterítve az, ami benne tetézve állt. Noémi annak állt neki, hogy majd két fülénél fogva fölemeli. Mihály odaugrott hozzá. Majd én segítek bevinni, hisz az nehéz lesz. Noémi kacagott. Vidám, gyermetek, csattogó kacaj volt az, s aztán felhajtá a fehér lepelt a kosár tartalmáról. Tele volt az rózsalevéllel hanem azért Mihály mégiscsak megfogta a kosár egyik fülét, s úgy vitték együtt a nagy kosarat, tetézve rózsalevéllel, a levendulával szegélyezett úton végig. Önök rózsavizet főznek ebből? kérdezé Tímár. Teréza odavágott a szemével Noémi szemébe. Lám, hogy kitalál mindent! Nálunk komáromban is nagy divatja van a rózsavízfőzésnek. Sok szegény asszonynak az a keresete. No, ugye, hát másutt is Isten áldása a rózsa. Ez a drága szép virág, ami maga elég arra, hogy az emberrel a világot megszerettesse. Aztán nem csak gyönyörűséget áld, hanem még kenyeret is. Lássa ön, tavaly rossz esztendőnk volt. A késői fagy elvett gyümölcsöt, szőlőt, mindent. A nedves hideg nyár megrontotta a méhekét, baromfi lábas jószág elhullott, a kész megtakarítotthoz kellett volna nyúlnunk, ha ki nem segített volna bennünket, a rózsa. De a rózsa minden évben virágzik, az mindig hű marad hozzánk. Nekünk tavaly a rózsafáink adtak enni. Háromszáz itce rózsavizet főztünk, mind elvitték Szerbiába, búzát adtak érte. Ó, ti áldott szép rózsáim, életadó virágaim! A kis házikó megszaporodott azóta, hogy Tímár utoljára itt járt. Egy aszaló lett hozzátoldva, azután meg egy rózsavízfőző konyha. Abban volt a tűzhely, a rézüsttel, melyből csendesen hullott cseppenként az első főzet. A tűzhely mellett nagy kádban a már összecsomaszolt rózsatörköly, egy széles padon pedig a friss rózsaszüret, melynek elébb meg kell fülledni ott. Mihály segíti Noéminak kidönteni a nagy öblös kosár tartalmát a padra. Ó, az részegeskedés, az dobzódás volt az illatárban. Noémi letette a fejét e puha rózsahalomra, s azt mondá, Aj, milyen jó volna egy ilyen rózsalevél ágyban egyszer aludni. Te bohó, feddé Teréza, sohasem ébrednél fel többé ha a rózsaillat megölne. Hát, a szép halál volna. Erre aztán Teréza szemrehányást tett neki. Hát te meg akarnál halni? Hát te itt hagynál engem? Te rossz leány! Akkor aztán Noémi átkarolta az anyját, és csókolá, kérlelé. Nem, nem, te drágám, te szerelmem! Nem, téged soha, te egyetlenem! No hát minek tréfálsz velem így? Ugye témáról nem illik egy kis leánynak így tréfálni az anyjával, egy ilyen kicsi leánynak, aki még tegnap bubával játszott. Mihály igazat adott Terézának, hogy az bizony semmi körülmény között nem menthető, ha egy fiatal leány azt mondja az anyjának, hogy valami halál nemét szépnek találja. No már most te maradj itten, és őrizd a lombikot! Vigyázz szépen, hogy kozmát ne kapjon az ucsma! Én megyek a konyhába vendégünknek jó lakomát főzni. Ugye itt marad ön nálunk ma egész nap? Itt maradok ma is, holnap is, ha adnak valami dolgot, amiben segíthetek. Amíg dolgot adnak, addig itt maradok. Oh! Akkor itt marad ön egy hétig, szólt bele Noémi, mert én önnek annyi dolgot adok. Ó, ugyan mi dolgot tudnál te adni Tímár úrnak, te bohó, szólt nevetve Teréza asszony. Hát, a rózsaleveleket összetörni a kölyűben. Ah, talán nem is tudja, hogyan kell. Hogy ne tudnám, mondta Tímár. Sokszor végeztem azt odahaza az anyám házánál. Ugye az ön anyja is olyan jó asszony volt, kérde Noémi. Nagyon jó. Ön is nagyon szerette? Igen, nagyon. Él még? Régen meghalt. Hát már most önnek senki -e sincs? Ti már elgondolkozott, s aztán szomorúan lecsüggesztette fejét. Senki. Igazat mondott. Noémi részvevő szánalommal tekinte Mihály szemébe eszókra. Senkim sincs. Veszedelmes szó az. Mihály észrevette, hogy Teréza asszony megáll az ajtóban, s látszik rajta, hogy menne is, nem is. Valamit gondolt ki hirtelen. Tudja, mit Teréza mama, ne menjen most a konyhába az én kedvemért friss estebédet főzni. Hoztam én a tarisznyámban annyi mindenfélét, hogy csak fel kell hozzá teríteni. Mindannyian megelégszünk vele. Tehát ki gondoskodott önről? kérdezé Noémi. Ki látta el útra valóval. – Fabula János, uram, bizaz! – Ah, a derék kormányos, ő is itt van! – a hajót tölteti a túlsó parton. Teréza asszony is észrevette, hová gondolt Tímár, de ő sem maradt mögötte a jó szív kimutatásában. Be akarta bizonyítani, hogy ő meg nem félti tőle Noémit. – Nem úgy lesz az! – majd én ügyelek a konyhára is, a kazánra is, te pedig, Noémi, addig vezest körül a szigeten tímár urat, hadd lássa meg, minő változások történtek azóta itten. Noémi szófogadó leány volt. Ellentmondás nélkül szokta tenni, amit az anyja mondott neki. Feje körül köté tarkat török sejemkendőjét, ami olyan kedves keretül szolgál az arcának. Tímár megismerte benne egykori ajándékát. A viszontlátásig kedves! A viszontlátásig! mondták egymásnak az anya és leány, egymást megcsókolva. Úgy látszik, hogy ők, valahányszor valamelyik a házból kimegy, mindig úgy szoktak egymástól búcsút venni, mint akik messze földre távoznak, és mikor egy óra múlva összejönnek, megint úgy ölelkeznek, csókolóznak, mint akik esztendők óta nem látták egymást. De hiszen szegényeknek senkiük sincsen, csak ők ketten egymásnak. Noémi még egy kérdő tekintetet vetett anyára. Teréza a fejével inteneki, amivel azt mondta, hogy ne. Azzal megindult Noémi és Tímár a szigetet végigjárni. Az út olyan szűk, hogy közel kellett egymáshoz maradniok, hanem Almirának volt annyi esze, hogy nagy fejével odafurakodjék közéjük, és természetes válaszfalat képezzen közöttük. A kis szigeten három év óta ismét nagyot haladt a tenyészet a mivelő kéz nyomai végigterjedtek egész a csúcsáig. Járható út volt vágva a sűrű geszten keresztül. Az ősbozót ki volt írtva a szálas pagony alul, melynek jegeny és fái oly vastagra nőttek már, hogy két ember át nem érte. A vadcsemeték mind be voltak már ojtogatva nemes gyümölcsökkel. A törpe alanyból mesterséges sövényeket alakított a műértő kéz ahol a gyümölcsös végződött, összefont eleven sövény zárta el a ligetet, s azon túl volt elkerítve a füves rét, hol kecskék és bárányok legelésztek. Egy kis fehér báránykának piros szalag volt a nyakára kötve, az bizonyosan Noémi választotja. Mikor meglátták a legelésző állatok a leányt, odaszaladtak eléje, s valami üdvözlést bégettek, amit ő megértett. És aztán elkísérték még a mező túlsó széléig haladt tímárral, hol egy másik eleven sövény következett. Azon túl látszott egy gyönyörű diófaliget, roppant vastag, épp terebéi fákból, miknek félőles átmérőjük mellett oly síma volt a híjuk, mint a sejem. Nézze ön, szólt Noémi, ezek a diófák anyámnak legnagyobb büszkesége. Csak tizenöt évesek egy évvel fiatalabbak, mint én. És az oly természetesen volt mondva. A diófa pagontól jobbra süppedékes volt a sziget talaja. Emlékezett arra Tímár, hogy mikor legelőször itt járt, ezen törtetett keresztül. Most vízinövények, sárga liliom, s nagy gyöngyvirág alakú fehér virágok lepték el azt a lapát, s a közepén két gólya állt, csendesen elmerülve a természet szemléletében. Tímár kinyitál a sövényen túl vezető ajtód is. Kedves emlék volt neki e félvadont újra láthatni, azonban úgy vette észre, mintha vezető nője valami félelmet árulna el e helyen. Önök is, oly egyedül vannak még mindig-e szigeten? kérdé Tímár. Ketten, egyedül. Rendes időkben, vásárok alkalmával eljönnek, akik cserélni akarnak, és télen át favágók jönnek ide, kik nekünk az írtásnál segítenek. Fizetésbe veszik át azt a fát, amit kivágnak. Más egyéb munkát könnyen meggyőzünk magunk. Pedig a gyümölcstermelés sok váradsággal jár, különösen a hernyók miatt. ho oh, oh, ho oh, Azzal mi nekünk nincsen nagy bajunk. Azt a munkát megkönnyítik nekünk ezek a mi barátaink, akik idefent érekelnek a fákon. Látja ön a bokrokban azt a sok fészket? azok mind a mi napszámosainkkal vannak tele. Itt nem bántja őket senki, és ők azt nekünk nagyon jól megszolgálják. Hallja ön, hogy énekelnek? A liget valóban zengett a paradicsomi hangversenytől. Este felé minden madár siet a fészkére, s akkor legbeszédesebb. Közben a kakuk nem győzi az erdők óráját verni, s a rigó görög verseket fütyöl. Egyszerre nagyot csikoltott Noémi, és ideges rémülettel kapott a szívéhez, elsápadva tántorodott vissza, úgyhogy már kötelességének tartotta kezét megfogni, hogy el ne essék. Mi az? Noémi eltakarta az arcát, és mint egy gyermek félig nevetve, félig sírva az undor és panasz hangján mondá, nézze jön, ott jön. Mi jön? Az ott mi? Hát bizaz, egy tekintélyes, nagy, varangyos béka volt, aki csendesen lépegetve mászott végig a fűben, fél szemével a közeledőket kémlelve, és készen tartva magát akkorát ugrani szükség esetén, hogy a legközelebb levő vízárokban eltűnhessen. Noémi szaladni sem bírt előle, úgy meg volt rémülve. Hát ön fél a békától, kérdezé tőle Tímár. Irtuszok tőle, meghalok ha egy rám talál ugrani? Ilyenek a leányok. A cicát szeretik, mert az szépen tud hízelkedni. A békától pedig írtóznak, mert az olyan rút. Pedig lássa ön, ezek mi nekünk éppen olyan jó barátaink, mint a madarak. Ez a megvetett, ez az írtózott állat a kertészeknek a legfőbb szövetségese. Ön tudja azt, hogy olyan lepkék, bogarak, hernyók is vannak, amik éjjel jönnek elő. Éjjel minden énekes madár alszik, s nem véd minket. De előjön föld hasadékaiból az undog béka, s a sötétben harcol a mi ellenségeinkkel. Ez el az éjjel járó hernyókat, lepkéket, az esőférget, a cserebogár bábjait, a gyümölcsfa pusztító csigákat. Gyönyörű azt elnézni, ahogy a béka vadászik a bogarakra. Maradjon ön csendben! Nézze csak, ez a rút varangy nem azért csúszik ott a fűben, hogy önt megrémítse. Távol van tőle. Szelíd, jó lelkiismeretű állat ez, aki önt nem tekinti ellenségének. Nézze ön, Amúgy legy ez a szárnyaival egy kék bugár, a legveszedelmesebb rovar a pagonyban, ez a fafúró, aminek egyetlen hernyója elég egy fiatal fát megölni ez ami mi ripacsos barátunk azt szemelte ki magának. Ne zavarjuk meg. Nézze, most összehúzza magát. Ugrásra készül. Vigyázzon oda! Most nagyot ugrik, hosszú nyelvét sebesen kiölti. A fadarázs el van nyelve, csak a szárnyai állnak ki a varanyszájából. Na, ugye, hogy nem megutálni való állat ez a mi jó barátunk azért, hogy a csuhája olyan kopott. Noémi kedvtelten csapta össze a kezeit, s már nem borzadt a varanytól annyira. Engedte Mihálynak, hogy megfogja a kezét, és odavezesse a vízpartra, és magyarázza neki, milyen elmés állatok azok a békák, mennyi tréfa lakik bennük, milyen rendkívüliségeik vannak. Beszélt neki az égszínkék szurinámi békáról, minőt a porosz király egyet 4500 talléron vet meg. Azután a világító békáról, mely éjjel villó fényt terjeszt maga körül, szeret a házakba belopózni, a gerendák közé elbújik, és éjjel kegyetlenül énekel. Brazíliában sokszor az operaházban elnyomja az énekeseket, és a zenekart, mikor rákezdi a sok világító béka a színházban a maga nótáját. Noémi most már nevetett a borzasztó ellenség fölött. A nevetés már fele út a gyűlölés és megszeretés között csak olyan rútul ne kiáltanának. De lássa ön, ez az ő kiáltásuk az ő ízelkedő szavuk hölgyeikhez. A békának csak a hímje tud szólni, a nője néma. A béka hím egész éjjel át azt mondja a maga párjának, ó, mi szép vagy, ó, mi bájos vagy. Hát lehet egy gyöngédebb lényt képzelni a világon, mint a béka. Noémi már kezdte érzékenyül venni a dolgot. Azután a béka tudós állat is. Lássa ön, a leveli béka megérzi az időjárást. Mikor esős időjön, azt előre sejti. Olyankor hangot ad, s feljön a vízből. Ha szárasságot érez, akkor lemegy a vízbe. A? mi Noémi kíváncsi kezdett lenni. Mindjárt fogok egyet, ajánlkozik Tímár. Itt hallok egyet brekegni a mogyoróbokron. és nem sokára visszatért, két tenyere között fogva a fogjul esett martalékot. Noémi reszketett és hevült. Arca hol elpirult, hol elhalványult. No, nézen ön ide! szólt hozzá Témár, tenyereit félig szétnyitva. Hát lehet ennél kedvesebb állatot képzelni? Olyan szép zöld, mint a fű, apró lábacskái olyanok, mint egy miniatűr embergéz. Hogy pieg a szíve? Hogy néz ránk azokkal az okos, fekete szép szemeivel, amiket aranykarika fog körül? Ő nem fél tőlünk. Noémi a kíváncsiság és félelem tétovázásával nyújtá felé repeső kezét, s meg csak visszakapta. – No, fogja meg ön, nyújjon hozzá, ez a legártalmatlanabb lény a világon, tartsa a tenyerét. Noémi félve is, nevetve is tartá oda a tenyerét, de nem a békára nézett, hanem Mihály szemeibe, s megrezzent, midőn az a hideg állat legelőször érintkezett visszaborzadó idegeivel hanem azután egyszerre jókedvűen nevetett, mint a gyermek, aki sokáig fél a vízbe menni, s azután úgy örül, ha benne van. No, lássa ön, hogy meg sem mozdul a kezében. Egészen jól találja ott magát. Majd elvigyük haza, egy befőttes üvegbe vizet teszünk, abba kis lajtorját faragunk, a fogoly békát beleeresztjük, s az feljön a létrafokon, ha esőt érez. Adja ide, majd én viszem. Nem, nem, ma Émi, nálam marad. Én viszem haza. De hát akkor szorítsa össze a markát, hogy el ne ugorjék, hanem gyöngéden, s már most érjünk vissza, mert harmatos kezd lenni a fű. Azzal visszatértek a házhoz. Noémi előre szaladt, s messziről kiabált az anyjának. Anyám! Anyám! Nézd, mit fogtunk! Szép madarat! Teréz a mama bölcs szigorral feddé a jányt. Te tudod, hogy a madarat nem szabad elfogni. De ez igen szép madár, témár úr fogta, nekem adta. Nézd csak, Nézd csak ide a markomba! Teréza asszony összecsapta a kezeit, mikor a zöld leveli békát meglátta Noémi kezében. Nézd, hogy pislog a szép szemeivel, szólt Noémi ragyogó arccal. Eltesszük üvegbe, majd fogunk neki legyeket, s ő nekünk időt fog jóslani. Ó, te kedves, ó, te kedves kis jószágom! S gyöngéren arcához simogatá a kis leveli békát. Teréza ámulva fordult témához. Uram, ő bűvész. Még tegnap ezt a leányt ki lehetett volna kergetni a világból egy ilyen állattal. Noémi pedig egészen entuziálva volt a békák iránt, amíg az asztalt a verandán az estebédhez megteríté, egész batrahológiai értekezést tartott Teréza mamának azokból a tudományokból, amiket Tímártól hallott, hogy a békák milyen hasznos állatok, milyen okos, tréfás, mulatságos teremtések, nem igaz, amit rájuk fognak, hogy mérget fecskendenek magukból, hogy az alvó embernek a szájába másznak, hogy a teheneket kiszopják, hogyha pókot tartanak föléjük, mérgükben szétpukkadnak. Ez mind parasztrágalom. Ők a mi leghívebb barátaink, akik éjszaka körülöttünk virasztanak. Azok a sűrű, apró lábnyomocskák, amikkel tele van a simára sepert poronda ház körül, mind az ő éjeli patrolírozásuknak megnyugtató tanújele azoktól hát félni hálátlanság. Tímár az alatt fűzveszőkből pici hágcsót faragott a zöld hátú meteorológ számára, akit egy széles szájú, félig vízzel telt üvegbe helyezett el, felül lekötve papírral az üveg száját, s a papíron egy szellentyűt szakítva, amin keresztül legyeket lehessen bebocsátani a fogoly próféta számára. Az természetesen lehúzta magát a víz fenekére, s nem kellett neki se légy, se ének szó. Noémi pedig örült neki, hogy e szerint tartós jó idő lesz. Nóra, mondta Teréza asszony, midőn az estebédet kihozta a kis asztalkára, mely mellett hárman helyet foglaltak. Ő nem csak nagy csodát követett el Noémivel, hanem nagy jót is tett vele. Paradicsom volna a szigetünk, ha Noémi úgy nem félt volna a békáktól, de ha egyet meglátott, elsápadt, s a hideg lelte féltében, arra pedig, hogy a kerített sövényen túlmenjen, ahol az ingoványban az a tömérdek béka kurutyol, semmi emberi hatalom rá nem bírta volna venni. Most ön új embert csinált belőle, s visszaadta őt az otthonának. Kedves otthon, jegyzé meg témár. Teréza nagyot sóhajtott. Miért csóhajtottál olyan nagyot? kérdezi Noémi. Tudod te azt jól? Tudta azt már is jól, kinek szólt az a sóhaj. Noémi vissza akarta vinni a beszélgetést a mulatságosabb tárgyra. Azóta borzadtam én olyan nagyon a békáktól, amikor egy rettenetes nagy kenyérhéj színű békát vert föl egyszer előttem egy rossz fiú. Aztán azt mondta, hogy ezt ökörbékának híják. Ha ennek árvacsalánnal megverik a hátát, úgy bömböl, mint az ökör, és aztán megverte árvacsalánnal azt a szegény állatot. És arra az elkezdett oly kínosan bőgni, hogy én a soha el nem felejtem, mintha egész nemzetségét bosszúra hívta volna fel ellenünk, és egész alakját belepte a fehér tajték. Azóta azt képzeltem mindig, hogy az egész nemzetsége azért csúsz, mász, ólálkodik körülöttem, hogy mérgével lefecskendjen az a rossz fiú pedig úgy nevetett, mikor az állat ezt a kísértetes jajgatást hallatá. Ki volt az a rossz fiú? kérdezi Mihály. Noémi némán intett a kezével elvetőleg, ti már kitalálta a nevet. Teréza asszonyra nézett, az helyeslőleg inta a fejével. Ők már ki tudták találni egymás gondolatait. Nem volt itt az úta? kérdezi Mihály. No, minden évben eljön, és egyre gyötör, most már kitalálta a módját, hogyan fosztogasson ki. Deregjét hoz magával, s hogy pénzt nem tudok neki adni, elvisz mézet, viaszkod, gyapjút, aztán eladja. Én odaadom neki, csak hogy meneküljek tőle. Az idej még nem volt itt, mondá Noémi. Ó, ez az ember nem vézel. Minden nap várom, hogy itt lesz. Bár csak most jön el, mondta Noémi. Miért, te kis bohó? Noémi arca egy percre kigyulladt. Én szeretném. Ti már pedig azt gondolámagában, magában, hogy ezt a két embert milyen boldoggá lehetne tenni egyetlen egy szóval. Ő még fösvénykedett azzal a szóval, mint a gyermek, aki valamely kedvenc ételéhez jutott, és elép csak a morzsákat szedegeti fel belőle. Valami arra ösztönzé, hogy egészen élje bele magát ezeknek a szigetlakóknak az örömeibe és bajaiba. Az estebéd elett költve a nap lealkonyodott, gyönyörű, csendes, meleg tavaszi est szállt alá. Az egész ég egy átlátszó aranyharang. Egy levél sem mozdul a fákon. A két hölgy vendégével egy falépcsőn fölment a tévetek szikla tetejére. Onnan messze el lehetett látni. A fák tetején, a nádason túl, ki a dunára. A sziget úgy terült el alant, mint egy tündértenger melynek minden hulláma más színű. Rózsapiros az almafa, vérvörös a barack új sarjaitól, aranysárga a nyár, fehér a körtefa, és zöld a szilvafák hullámzó teteje. Közülök, mint egy égő kúp emelkedik ki a lángrózsával befuttatott szikla, melynek tetején sűrű bozótot képezett a cserjévé aggott levendula. «Gyönyörű!» szólt Tímár elragadtatva a méla tájképtől. «De akkor lássa ön majd meg!» szólt Noémi hívvel, mikor nyáron a rózsa helyett a sarkantyú virág futja be végig ezt a sziklát, mintha aranyba volna öltöztetve. Ez a levendula pedig itt fenn virágzik fölötte, mint egy kék koszorú. «Eljövök, és látni fogom!» mondta Tímár. «Igazán!» A leány örömtelten nyújtá kezét Mihálynak és ez érezi a forró szorítást, minőt még nő kezétől soha nem érezett. Azután odaborult Noémi Teréza vállára, karjait nyaka körül Mély, emberhangtalan nyugalom volt a természetben. Csak a millió béka egyhangú zenéje tartál ébren a leszálló árnyékos éjt. Az eget két, keletről szétsugárzó küllő két részre osztál. Az egyik része Mélykék volt, a másik opál színű. Még a derült ég is meg tud hasonlani önmagával. Hallod, mit zengenek a békák? Suttogál Noémi Terézának. Tudod, mit mondanak ilyenkor? Ó, mi kedves vagy! Ó, mi édes vagy! Ezt mondják egész éjjel! Ó, te kedves! Ó, te édes! És ugyanannyiszor megcsókolá anyját. Mihály elfeledve önmagát és az egész világot állt ott a sziklatetőn, két kezét egymásba fogva. Az új hold ott csillámlott a jegenyefák rezgő levelei között. Most tiszta ezüst volt a színe. Valami csodaszerű új érzés lefte el a férfi szívét. Vágy volt-e az, vagy félelem? Emlékezése, mely riaszt, vagy remény, mely csalogat? Keletkező öröm vagy haldokló bánat, Istenhez, emberhez vagy állathoz közelítő érzés, Ösztön vagy sejtelem, Holtkor vagy tavaszi gerjedelem, Ami meglep fát, füvet, meleg és hidegvérű állatot. Így bámult akkor is a lehanyatló holdba, Mikor az az elsőjét hajóig veté hullámzó vízfényét. Öntudatlan gondolatai beszéltek a delej árasztó kísértett fénnyel, És az vissza. Mégsem értesz, majd holnap visszajövök, akkor megértesz.